Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy mi vár rád a közeljövőben. Megtekintjük az energia meződet, hiszen ez kihat a jövőre. Amilyen a kisugárzásod, úgy befolyásolod a jövődet. Tehát, ha vannak negatív gondolatok vagy félelmek, ez mindig egy akadály. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez természetesen egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, hogy milyen az energiameződ, mi vár rád a közeljövőben, a díjam 4000 forint. A fő téma középen van, arra oda kell figyelni, és itt a halakról van szó. Ezek jelentik az anyagiakat, hiszen a halak szimbolizálják a pénzügyi dolgokat. Persze ez összefüggésben áll a munkahelyjel is. Ami a kapcsolatokat, a párkapcsolatot illeti, a halak jelenthetik az értékeket, hogy te értékes vagy ahhoz, hogy boldog légy, vagy elvárt az, hogy ő értékeljen téged. Itt a virágcsokor jelenti a szép gondolatokat, a szép érzelmeket, egy meglepetést, egy kreatív tevékenységet, tehát itt lesz egy jó ajánlat, vagy kapsz egy ajándékot, mások értékelnek téged. De néha hiányzik valami a pénzből, vagy a szerencséből, hiszen itt vannak az egerek, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát hiányzik valami. Hiányzik valami az értékekből. Vagy az egerek azt is jelenthetik, hogy vannak félelmek, hogy elveszítesz valamit. A pénzt, a munkát, vagy hogy elveszítesz valakit. De az egerek tudnak segíteni, és pontosan így látható, hogy változnak a dolgok, hiszen a felhő azt jelenti, ami átláthatatlan, mint egy fátyol. És ebben az esetben az egerek segítenek, eltávolítják ezt a helyzetet, ami számodra jelenleg még átláthatatlannak tűnik. Sőt, az egerek el tudják a kígyót is távolítani, és ez egy nő, vagy a te környezetedben, vagy az ő környezetében. És lehet, hogy a hölgy miatt valami átláthatatlan, vagy néha vannak félelmeid, hogy elveszíted őt, de az egerek eltávolítják a hölgyet, meg a felhőt is, és akkor késsüt a nap, láthatóvá tesz valamit, tisztázódnak a dolgok, megvan ez a szép kisugárzásod. És itt érezhető a vidámság, a mozgás, a könnyűség és a kommunikáció. Elkészült a videóm, egy pillanat, újra itt vagyok. Nos, most újra itt vagyok, elkészült a német nyelvű videóm, ugyanez a téma, mint ami itt ennél a jóslásnál, az megjelenik a másik csatornámon. Tehát a madaraknál voltunk, itt van mozgás, vidámság, kapcsolatok és beszélgetések. A hold jelenti az álmaidat. Azt is jelentheti, hogy ő álmodik, álmodozik rólad. A hold az jelenti az elképzeléseket, a nap megvilágítja ezeket a dolgokat, és ez megvalósítható,
hiszen mindaz, ami átláthatatlan volt, vagy a bizonytalanságokat eltávolítják. Az egerek, sőt, itt látható egy hamis nő, ezt a kapcsolatot is el fogják az egerek távolítani. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, az is lehet, hogy valaki közeledik hozzád. Lesznek változások. De mielőtt ez megtörténik, itt lezárul valami. Mégpedig az, ami eddig átláthatatlannak tűnt. Amit a koporsó még jelenthet, például egy örökösödési ügy, és most ott előre mennek a dolgok, az anyagiak állnak a középpontban. Amit a koporsó még jelenthet, régi témákat, régi kapcsolatokat, hogy valaki gondol rád a múltból, álmodozik rólad, és hamarosan keresi veled újra a kapcsolatot. És itt egy férfiről van szó, hiszen ő jelenik meg, ez a férfi gondol rád, álmodozik rólad, ő lezárt valamit, ez egy volt kapcsolat, és közeledik hozzád, lesznek beszélgetések, látni akar téged. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Ág!